Nagykállóban és a nagykállói térségben a társadalmi és civil élet eddig is jelentős volt. Egy-egy közösségi rendezvényen több száz vagy akár ezer ember is részt vett. A környező 7 települések közösen elnyert Európai Uniós támogatással a résztvevő önkormányzatok célja, hogy még több eszközt és lehetőséget biztosítsanak a civil lakosság számára a humán szolgáltatások területén. Juhász Zoltán Nagykálló polgármestere ezt azon a megnyitó ünnepségen mondta el, ahol a 24 hónapos program részleteit ismertették. Mind a rendezvényeinket, mind a civil élet koordinálásában résztvevő eseményeinket próbáltuk egy csokorba fűzni. Ez nagyon tág lett, és azt lehet mondani, hogy Nagykállóba például beszéljük meg a mi településünkről. Mindenki megtalálja benne a szórakozási lehetőséget, a képzési lehetőséget, a felzárkóztatási lehetőséget, oktatási lehetőségeket, ami nagyon fontos, a gyerekek számára, bölcsödébe, óvodába, iskolába. És a sporteseményeket se hagytuk ki belőle, a különböző felzárkóztatási programokat se, illetve a civil kultúrának a dolgát sem. Civil szervezetekkel működünk együtt, ugye önkormányzatokkal működünk együtt, vállalkozásokkal működünk együtt, hát ez egy igazi, ilyen óriási gigaprojekt lett. A településeken a lakosság 40-50%-a használhatja majd azokat a lehetőségeket, amelyek a pályázati forrásból jönnek létre, tette hozzá a polgármester. Sanda Tamás János, az Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár azt mondta, nem csak az új rendezvények és szolgáltatások minőségének fejlesztése, hanem a térségi összefogás is kiemelkedően fontos a helyi lakosok számára. Alapvetően ez egy olyan programnak a megnyitására érkeztünk, aminek az első számú jelentősége a helyi közszolgáltatásoknak a minőségének a fejlesztése. De legalább ennyire fontos az is, hogy itt önkormányzatok fogtak össze. Települések döntöttek arról, hogy a saját kezükbe veszik a sorsukat, tovább akarnak erősödni, és ezt szövetségben akarják tenni. Itt is arról van szó, hogy települések összefogásával javulni fog a térségnek a közszolgáltatásainak a minősége, és a közszolgáltatásainak a mennyisége. Olyan új területeken fognak tudni a magyar emberek, a magyar családok számára valós szolgáltatásokat nyújtani a sikeresen pályázó önkormányzatok, mint például a népegészségügynek a területe, vagy az oktatáshoz kapcsolódó fejlesztő feladatoknak az elvégzése, a szociális területen megvalósuló fejlesztések, vagy akár a fiatalokkal való foglalkozás. A megnyitón elhangzott, a pályázati konzorciumban résztvevő települések egymásra támaszkodva és egymás hibáiból tanulva fogalmazták meg a programjukat. Így a szociális és humán szolgáltatások területén is ki tudják egymást egészíteni. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője az ünnepségen arról beszélt, hogy az összefogással a következő 2 évben minden résztvevő település megvalósíthatja a szociális fejlesztési elképzeléseit. Hozzátette, idén rekordmennyiségű pályázati forrás érkezett a választókörzetbe. Szeretném kiemelni azt, hogy soha ennyi pénz nem érkezett szociális célra a választókerületbe. 71 pályázatunk lett sikeres, civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok jegyezték ezen pályázatokat. Ez 7,6 milliárd forint, és még nem számoltam azokat az iskolai, egészségügyi alapellátás fejlesztési programokat, amelyek TOP-ban, tehát a területfejlesztési operatív programban fut. Simon Miklós hozzátette, az elmúlt ciklusban a választókerületben mintegy 8,5 milliárd forint támogatás érkezett, kizárólag a civil szervezetek, önkormányzatok és egyházak számára, melyet a közösségfejlesztésre használhattak.